No, pensavo a sto virtù anche di Raidless. Péntek, elindulunk, az ide egy nyaralásunkra, most éppen páromért megyek munkahelyére, aztán a munkahelyéhez, aztán megyünk a keletibe, és elutazunk Kálra, ahonnan egy 27, nagyságrendnek 27-28 kilométeres út, bár sajnos betonon, elmegyünk Sirokig, Egerből csak 20 lenne, de úgy döntöttünk, hogy ez így jobb. Hamarabb odaérünk, mint Egerből tekerve. Onnan, mire kijutunk, sokáig tartja minden. Na mindegy. És aztán a Sirokkép barlang pihiben lesz a szállásunk. Felhasználtunk egy kupont, amit nyertünk. Kupont használtunk fel, nyereményjátékból nyert kupont. Így csak a szállás, meg az étkezés, az utazás, meg az étkezést kell fizetni. Ami azért nem mindegy. Itt vagyunk az Egri vonatnál, most szállunk be. És itt nincs belepedve senki. Nagyszerű. Így. Kálkápolnám pápá vonat. És indulunk a kis utunkra. Most vagyunk Verpeléten, és arról diskulálunk Pannával, hogy egy gyönyörű út van kiépítve, végig Bringa út. Ez a tárnamenti Bringa út. Szép az út. Ez a hely nagyon szép. Na, ez már Sirok. Megjöttünk, átvesszük. Panna nyitja az ajtót. Még a bringákat föl kell hozni. Öfő. Aha. Érdekes. Na, nézzétek meg a helyet. Világítanom kapcsoltam. Ez a kis ágyunk lesz. Van itt egy ilyen régi szekrény. Szerintem ezt így mellőzni fogjuk bepakolás szempontjából. És a fürdőszoba. Hello. Yeah. Van minden is. Igazából egy kicsivel nagyobb szoba meg mellé, és ebben el is lehetne érdekelni. És van egy jó kis teraszunk. Ez ilyen összevetve közös terasz többiekkel. De... Na, elhagyjuk most az apartmant, indulunk ma a terába. Itt be is kapcsolom mindjárt az dögöt, ne felejtsem el. Azért ezzel le lehet gurulkázni. Egy poénnak megéri ez. Ó, ez nem olyan meredek. Ott van még egy fok, Panna. Ez semmi. Már egy lejtővel indítani. Élmény! Valahol itt van a kék bejárata. Itt. Ez az. Túl vagyunk a stresszel, meg van az út. Meg a növény is. Hozom magammal. Jó. Egy nagyon jó kis single track amúgy, de... intenzívebbnek tűnik, mint amit megszoktunk, nem? Már... eddig nem vészes. Oda föl kell menni, mindenféleképpen. Kérdés, milyen út van. Vagy ott át lehet gurulni? Ott át lehet. Jó saras. Amúgy is szeretem az erdőt, de ez most különösen tetszik, hogy patak, viszonylag mező, másik patak. Ez basszottul be van nőve. Ajaj! Tele van csalánnal, mindennel. Meg ilyen fejméretű tüskés bokorral.
at the only thing I've been through. Look, te bírt a kettő? Én nem mertem, akkora volt a család. Nem csípett meg? Ez ilyen szempontból igazad van. Azért én most kaptam az első csalánt, hogy fölültem. Eddig nem? Áó! Hú. Utána nem valami szimpatikus a domb. Nem hittem, hogy az ennyire meredek. Nem éreztem akkorának. De ezt már igen. Utálni fogsz. Oh. Tartok tőle, nem ez volt az utolsó ilyen szakasz. Hú, nagyon jó ez az út. Ez visszafele, gyönyörű lenne. Az tök szép. De jó. Ez a hely gyönyörű. Simán átjön, nagy lendület. Martra Bates Trails. Látod, van egy ilyen. Azért ez lefele nagyon állat lenne. Balra megy a kék, látod? Mi nem arra megyünk. Mert most jelenleg itt vagyunk. Itt, amikor elfordultunk, kijöttünk innen, akkor jobbra fordultam el, és nem tovább mentünk, és ott fordultam el. Ez itt megy körbe. Hát nem akarok akkor a kört menni. Hát így is, úgy is kört megyünk, csak máshol nem. Az csak jobb. Melyik? A rózsaszín? Az eredeti. Jó, akkor menjünk vissza. Legalább lett egy kis. Juhú! Itt jöttünk fel. Ő szerinte itt még egy kicsit jobbra. És ott be balra. Aha. Pucy. Ez gyönyörű ez az út, igen. És ez is lefele. Hú, hú. 20. 20,1, 7, valahogy így. Honnan volt? A legaljától, a kéktől. Aha, bejöttünk az útról. Ja nem, sírokról. Kéne csinálnom minden egy képet, na mindegy. Elhagytuk ezt a gyönyörű kanyart, jön egy másik gyönyörű kanyar. Ilyen kis kényelmes utak. Tök jó. Hú, szabályosan hűvös van. Ahol az élvezet, ott a fájdalom. Következő része jön. Na, Panna bekapcsolta a turbót. Válts még egyet. Igen. Mindig elfelejtett, hogy van még. Most vagy tetőn. Nekem meg most. Az van, hogy megálltunk itt, mert a gyönyörű hely kiderült, hogy ott valamit nagyon elnéztünk, mert ez a térképen nem az az út, amit mi néztünk. És nem láttunk, nem emlékszünk rá, hogy hol kellett volna jobbra elmenni, ahol elvileg egyenesen kellett volna menni, nem jobbra. De az út elfordult. Úgyhogy most az van, hogy a kék alatt vagyunk alig pár méterrel, ott megy fönt a kék. Hát kénytelen leszünk átmenni a kékre, ugye? Na, most mászókázunk, mert
valóban elrontottuk az utat. Hát ez lenne a kék út, az a kis karc. Ott a széles út, tessék, azt akartad. Az egyik, azon jött, szerintem az a kavicsos, amit nem mentünk. Az út az gyönyörű. Wow, ho, ebben. Anyád, de jó a kilátás! Hát ha innen lenézünk, ott megy lent valahol az úton, menni kellett volna. Valahol ott, ahol a fákat látod, nézd. Ott. Ez egy kicsit cuncid lesz. Leengedem a dropit. Annyira nem vészes, jöhetsz. Nem a szélén megy, itt beléjed. De lefelé. Nagyszerű. Ez jó volt, tetszett. Na, haladjunk végre. Egy pizombocka. Hú. Kemény, de térkép alapján durvábbra számítottam. Jön egy meredek le. Igen, csak meredek le. Droppert le. Váltót állíts nehezebbre. Hogy ne akadjon föl. Adja rendesen. Én hibám. Ezt akartam kerülni rossz irányból. Nem, ügyes vagyok. Mondom, csak rossz irányból akartam kerülni, tudtam, hogy esni fogok. Nincs baj. A bicó is megvan. Mehetünk. Csúszik rendesen. De tetszik. Csak túl lassan megyek, akkor nem tudom megcsinálni, ez a baj. Jó. Na hát úgy döntöttünk, itt nézzük a térképet, hogy visszamehetnénk itt majd a következő sárga úton. Nem tudom, látszik-e belőle valami. Igen, ott vagyunk, és ott azon a sárga úton visszamehetnénk az Erdőszeti útra. Akkor vissza. Nagyszerű. Ja, kívülről még egyet kell lépni. Igen. És még egyet kell lépni. Támaszkodjál, Budai, ez az. Megint túl messze vagy tőle. Ott oldalt, gyere. Hol? Oldalt, a récső mellett. Persze. Eléred a kereket. Fogd meg a kereket, vagy a villát, igen. Ez az. Tartsd egyenesben, engedem le. És meg vagy.
Ó, itt sem lesz nagyon jó lefelé menni. Itt is lefelé. Aha, finom lesz. Majd szeretjük nagyon. Az a füves szal nem fog kintni, mennyire fog kintni? Nem tudom. Várj, megpihentettem a kezem, jó? Mi az eleje? Oké, várj, én megemelem. Meg vagy, villát fogd. Fogom a súlyát. Oké. Eredeti ösztöneimben kellett volna hinni. Nevemben. Viszont ez jó lefelé. Nagyon lapos a gumim? Eléggé basszus, ez Lukas. Ennyire nem engedtem le, megném. Gyerekek, saját hibámból tanulok, rossz irányba jöttünk, aztán rosszul jöttem lefelé, a túl puha gumival, amit eltalált egy szikra, és felütötte a felnit, úgyhogy ezt a felnit már nem fogom eladni annyira, mennyire szerettem volna a hátsót. Aztán nem tudtuk fölfújni, mert szivárgott. Akartam bele belsőt tenni, amikor rájöttem, hogy egy picit megkalapálom, akkor már nem fog szivárogni, és most úgy néz ki, hogy abba hagyta. Eredeti útvonalhoz híven áttérünk a sárgára. Ne variálj csak, gyere! Ha már variáltunk, eleget! Kívánságot, parancs, széles út! Nekem tetszik egyelőre. Jobban, mint a másik, ahol toltuk. Kár, hogy utána mászni is kell. Légy óvatos! Tényleg jó meredek. Eddig ez volt a legjobb része az útnak. Komolyan mondom, ezt tetszett a legjobban eddig. Meg a single track. Egy lejtő, amire nem számítottam. Ho-ho-ho. Olyan jó volt egyébként ez a lejtő, nagyon tetszett. Ott megy fönn az őz. Ott mászik fönn a falon. Ott látjátok? Ott megy fönn. Mindjárt látjátok ott a fa mögött kibújni. Itt ment el előttünk, csak nem láttuk. Mi tőlünk ilyet meg? Ott megy! Szép nagy agancsa van, igazi kiterjedt hím. És hogy fölmegy azon a meredek genyó falon? Hát igen, ott megy fönn! Ott szalad! Ott szállt a gerincben. Hú. Du 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 du
Igen, ez fájdalmasan emelkedik. Még. Azt mondtad, Montival vagyunk. Bírni kell. Túlfordítottam a kormányt. Ezt át kellett volna nyomni egy bunny hoppal. Megvan, kész van. Föl vagyunk 5-60-on. Jöttünk 40 méter szintemelkedést. Jaj, nem üztem el. Ez finom lesz, lendülettel kell átmennünk. Innen. Eddig kész, nem megy tovább. Hagyok itt neked helyet pihenni, meg addig tovább megyek. Fújt ki magad, innen el lehet indulni. Majd ott a dombtetőn megvárlak. Ez csak húzva lehet, sehogy másképp. Ez az. Na itt van a pihé. Jó. Na, pihentünk. Ez az. Biztos érem, ez lesz az utolsó fájdalmas rész. Nem fogsz örülni, 6-80. Ne, azt mondtad már, hogy 700-on vagyunk. Azt mondtam, hogy a kereszt tetején leszünk 700, 720, 740. 7.60, és ott kell elválni. 7.40-nél kell valahol elfordulni. Gyönyörű ez a hely, továbbra is. Vajon ezek újraültetett fák, vagy így nőttek maguktól? Miért nem volt végig ilyen az út? Ez teljesen jó. Ez hazai ízek. Egyszer csak lesz egy kék kereszt. Most arra megy. Elején való kavargáshoz képest ez mindig jobb út. Még mindig való a kék felénél lennénk.
Már elérkeztünk a vízválasztó részhez, ha arra tovább mennénk, akkor sípálya. Ha erre tovább megyünk, kikerüljük a sípályát, és a sífutópálya mellett érkezünk ki, ami nekünk jobb, mert ezen föl tudunk menni. A másikon nem tudunk, tehát a sípályán nem tudjuk föltolni, ott olyan meredek, mint az állat, tehát ez nem véletlenül sípálya. Úgyhogy most elfordulunk a kék keresztre balra, és ez lesz a csoda. Na nézzük, mit tudunk. Na nézzünk, fel tudok-e innen indulni. Én meg nem tudok elindulni. Rossz helyen álltam meg. Azért ez nem egy terep. Könnyű terep, passzos kocs. Oké. Ez nem. Ez lefele jobb lesz, mint föl. Nem sokkal, de jobb. Lefelé ehhez nagyon-nagyon nagy koncentráció kell. Lefelé a keréknek lendülete van. Már értem, miért van kiírva a szívjel. Ezt az itt él. Hát ez elég brutta, igen. Átcipeljük, hát már nem tudunk. Vissza már nem megyünk, megmondtuk. Egyre nagyobb akadályokat görget elénk a hegy, de akkor se. Meg kell oldani. Itt óvatos legyél, kicsi a hely. De át lehet jönni, gyere nyugodtan. Aha, át lehet sasszézni. Itt majd leteszed és átgurulsz alatta. De még van, ne aggódj. Na ezt az útvonalat senkinek nem javaslom. Ez szerintem még békeidőben is, fák nélkül is drasztikus. Főleg azért, mert nagyon meredek a fal, tehát így rendszeresen csúszhatnak le így a fák, és dőlhetnek ki. Soha, semmilyen körülmények között, soha többé senki, én se, senki más, aki látja ezt a videót, ne vállalkozzon erre az útra kerékpárral. Ebből az irányból, ebből a szegen. Nem jó. Kamu, hazudik a térkép. Nem mondja el rendesen, hazudik. Viszont, most már tudjuk, túléltük, és ez is jó. Tanultunk belőle. Én azt mondom, hogy nem hagytam volna ki semmi pénzért, de hát fájt, kegyetlenül. Ez már azt mondom, hogy felejtsük, ez már nem szakaszott odáig. Aztán még jön az 2014-ig, de... Ez nem ugye, most jöttünk föl, 400-at nem tűnt föl. Nekem sincs. 51-en vagyok. Fölmegyek akkor is. És nem megyek föl. Francba. Amíg lehet, tekerek. Most már. Biztos, hogy mindjárt leszállok megint. Oké. Ennyi. Addig se kell gyalogolni. Pannát elvesztettem, amíg segítettek a turik. Kedvesek voltak. Szóval kaptam egy új appot. Természetjáró app. Hogy azt próbáljam ki. Azt hittem megvár legalább itt szintben. De nem tette meg.
Remélem, hogy erre jött. Csak végig toltad? Hát nem a legegyszerűbb úton jöttünk fel. Kékesnető, üdvözlet! Megjöttünk. Hogy bekaphatod? Oh. Soha nem voltam még itt bringával. Gyalog se. Üdvözlet! Na, úgy döntöttünk, lemegyünk a sípálya mellett. Elvileg vezet egy út. Erre van Panna. Valahun. Jössz? Vagy az? Meglessük, hogy valós el a tény. Aha! Simán! Igen, van ösvény, napá! Eddig biztos, én már kevésbé vagyok benne biztos. Azt a kutya! Ez nagyon kegyetlen, ez egy síelnek? Te gurulsz, állj már meg! Hova gurulsz? Te most szivatsz? Azt mondtad, nem mész le. Mégiscsak lemersz? Gurítsuk le, majd lemegyünk a bringa után. Életemben nem mentem ilyen meredeken, úgyhogy nekem ez durva. Neked nem? Nem postálod? De itt, ahogy jöttél, annyira láttam, hogy nem megyek itt le, aztán hogy jöttél? Aha, így nem már legyaloglom, mert a végén tényleg meredek fal van. Basszus, idáig lejöttél? Itt már nem fogsz tudni. Ezzel le tudsz menni? Nem mondod, hogy legrúlsz itt. Panna, nagyot fogsz esni. Szállj le. Itt meg, itt nem. Itt csak így. De addig elég sokáig lejöttél, úgyhogy gratulálok, tovább, mint én. 130-as úttal. Csak mutatnám, hol jön a Panna. Maradj így. Szerintetek arra van út? Nincs. Megszűnt. Nincs. Itt szűk, vigyázz! A sziklákra, Panna, ott sziklás, vigyázz! Szűk a pedálnak. Átjutottál? Jó. Itt aggodalmunkat fejezték ki, hogy hú, ez nehéz lesz, meg gyökeres. Szerintem ez sima liba. Eddig. Azt mondják, utolsó 200 méter. Hát akkor... Ez itt. Ez nagyon jó. Tökéletes.
király. Ó, köszönjük szépen. Jó napot. Szerintem erre gondolt. Szerintem erre gondolt. Viccesen le lehet menni, de csak viccesen. Mi van, föntről nem láttad, hogy ilyen? Ó. Oh. Na, ez már járhatóbbnak tűnik. Ez erősen fékes. Lent vagy? Sajnos csak eddig használható. Nem mi vagyunk az elsők, akik itt jönnek le bringán. Látom a keréknyomokat. Ha ilyen helyeken kell lemennetek, bármilyen oknál fogva, a bringa legyen lejjebb, és használjátok a fékkel korlátnak. Nem ti mentek elő, a bicikli. A bringát lehet újat venni, a magatokat összetöritek, azt rohadtul nem. Ennyi. A bringát el lehet engedni, maximum sírtok meg. Fáj meg, rossz érzés. Ez itt nyílegyenes le a hegyről. Jó napot! Na. Ezzel jöttünk. Panna még ott jön. Így is nyertünk egy csomó időt. A lefelé, mivel nem gyöngyös felé kell menni, muszáj ebbe az irányba. Azért durva, hogy a másik fele is milyen szakadék. Hát ilyen szarokon kell átküzdenünk magunkat. Én bebírom a Google, nem azzal van a baj, attól féltem, hogy a kormány nem fér át. Várjál. Igen, az enyém szélesebb. Dehogy az enyém 176. Maga az én, ez alatt behúgyozok, mi van, ha rám szakad, tudod? Ja. Ez a négy ág tartja a levegőben. Ja? Azt a mekkora kibaszott. Hát nézd már meg, az a négy ág tartja, ez megindul, hello van. Mindjárt jön a következő, biztos. Nyugodt vagyok, csak mondtam. Jó magasan vagyunk még. Majd átadom neked, majd átveszem tőled, jó? Tényleg várod meg, míg átjövök? Nem igaz, ez most könnyen mászható lesz. Eddig biztos. Na, mi jön? Már hiányzott, fogadjunk. Oda. A hátamat jól megrántotta. Nem fogod elhinni, de ez a 13 000 fa után jön még egy. És ez is ilyen óriási dög. Ez már tényleg az abszurditás kategóriája. Aha, átmegy. Simán. Na, ezt legalább már elvágta valaki. Ide, gyerekek, ezen az útvonalon rengeteg fát kellett átmászni, ez a sárga kereszt a Mátrában. Ha ide kijön egy favágó brigád, 4 darab motoros fűrésszel, szerintem egy, maximum 2 nap alatt rendbe tudja hozni. Na, mindjárt kint vagyunk ebből a pokolból, mert tudjuk, hogy hol volt, ahol elkezdtünk a 2 kereszttel menni. Vigyázz, nagyon neccesen gurul, óvatosan. És onnantól kezdve már tudjuk, hogy nem lesz ilyen vacak. Aztán milyen lesz lefelé, a hurokúton, arra még rá kell jönni. Ez van. Azért itt már járt az erdészet egy része. Ez itt egy nagyon szép kép lesz a bicomról. Legalább. Egy ilyen átpakolós rendszer lesz, én átbukózom magam. Picike fa alatt, amitől félek, hogy rám csúszik. Jaj, anyám! Föl kell másznom a fára.
át kell emelni a bicót, és letenni a földre. Ez leszen. Hopp, egy cipő. Várjál még? Nem úgy. Nem úgy. Várjál még, nem úgy. Hogy? Hát úgy, hogy nekem a váz oldalát kell elérnem. Elég, ha csak fölemeled, két keréknél, és úgy adod le. Akkor... Nem, maradjál. Még van a másik. Nem, maradj ott, Panda, ne gyere át. Te maradj ott, lemászok, átrakom a biciklidet, visszajövök. Emel csak így föl. Úgy, ahogy most fogod, az úgy jó. Nem is kell annyira mélyen. Jó? A felső váz. Nem, nem, a kereket nem kell, csak emeld föl, föl, ide. Ennyi, Panna, látod? Ennyi van. Hú. Lehetne könnyebb is. Megint van 40 méter gurulás. Húzunk le erről a hegyről a büdös francba. Nem! 43! Munkában nem csatolom ki ennyiszer az SPD-t. Megérkeztünk, ott a vízválasztó. Jaj, de jó, innentől könnyebb lesz! Nem sokkal, de könnyebb lesz. Itt indultunk el a kék keresztem fölfele, ahova soha többé nem akarok menni. Jaj, na, arra föl. Megnézzük a kék keresztet, mert rövidebb lefelé. Egy Lenin. Micsoda? A ja, fa. Az óriási. Mindjárt kint vagyok a mocsárból. Hopp, így. Kint. Hát most bekoptattam a féket. Az biztos. De gyönyörű! Ezt megállok megmutatni. Ezt nézzétek! Tök királyhely! Nagyon szép! Erre nem jöttünk volna, nem bénázzuk el az utakat. Tuti, sose. Életben nem jártunk volna. Nagyon szép, igen. Olyan, mintha nem is mozdulna benne soha semmi. Egy kis felvétel még maradt. 8 perc maradt hátra a memóriából. Bocsánatot kérem. Ez elvisz minket Parás fürdőig elvileg, gyönyörűen. Reméljük balesetek nélkül, meg fák nélkül. Eddig jó. Elköszönök lassan, srácok, nincs poly memóriám, kösz, hogy itt voltatok, kösz, hogy megtekintettétek. Semmiféleképpen ne gyertek azon az úton, ahol mi, illetve választhatjuk az alternatív útvonalakat, amiket már jól ismernek emberek bringával.
Ez a piros kereszt az vicces lefelé, de ennyi. Meg egy-két jó út volt, de nagyon sok szenvedéssel értük el. Ó, egy kis patakocska. Ezen lassan átengedem. Jó. Ez a piros, ez tetszik, ez a piros kereszt. Ez már csak a habatorta alján. Reméljük, hogy azért nem. Majd valahogy csinálok memóriát. Nem bírom megállni, ezt muszáj látnotok. Jobb oldalt fenyő, bal oldalt bükk. Jobb oldali erdő meg van halva, bal oldali él. Nagyon durva. Pont a határon van az út. Látjátok? Tiszta halott erdőnek tűnik. Ez meg tiszta élőnek. Na mindegy. Maradék memóriát arra áldozom, hogy itt legurulunk. Ha kikapcsol, nincs tovább. Úgyhogy csá! De milyen ilyenkor? Keresztbe dőlt fa. Ó, az egy. Áll. Nem volt ma még elég ilyenből részünk. Tök jó lejtők vannak, amiket szegélyeznek. Fák! Vigyázz! Most estem át ezen a szaron. Nagy mázlim volt, hogy a bicikli előttem volt, meg kicsi volt a dropper. Nem tudtam már megállni. Hát koppantottam valamit, nem tudom mit. 19.30-ra haza is értünk. Nem erre terveztük, hanem 4-5-re. Itt a harmadik nap. Reggelizünk. Na, kiderítettük, hogy az ételvár itt van fönt, ahova szól a kajajegyünk. Csak a problémánk az, hogy elkezdett szakadni az eső. Sikerült szereznünk két adag sülkrumplit, meg egy adag vegán salátát, azt fogjuk megkapni 20 perc múlva üdítővel. Bevárjuk a sülkrumplinkat, meg a vegán salátánkat, ami hamarosan érkezik.
gyermekes sírokra nézzetek körül. Szerintem egész vállalható egy hely. Jó pihenésre. Tehát leszámítva szerintem egy órát teljesen csendes volt az egész város. Az egyetlen vegán étel, ez a sali. Oda nézzetek, milyen gyönyörű. Hát ezt nem lehet nem szökni. Ez tényleg szép. Megettünk mindent. Egy problémám van, hogy mindenhol azt hiszik, hogy mi vegánok amúgy odáig vagyunk ezzel undorító rukkoláért. Nem vagyunk odáig az undorító rukkoláért, van aki szereti, de a 90% az emberiségnek utálja ezt a pusztista rukkolát. Nem esszük, de egyébként baromi finom volt. Panna észrevette, hogy itt van egy lépcső, és megjegyezte, hogy akkor most lelépcsőz? Nem, majd kihagyok egy lépcsőt. Jó volt a lépcsőzés, és most elgurulunk egyelőre ennyi. Ha nem esik, akkor lehet elmegyünk egy tóhoz. Nem lehet lemenni bal oldal? Valami füves úton? Biztos? Nézzük már meg! Nincs egy lépcső. Faluhelyen, útvégén, zsákutcában mindig van egy lépcső. Vagy valami, amin le lehet gurulni. Imádom az eszem, ott a lejárat. Le! Jöhetsz! Mondtam, hogy van! Mindig van egy út lefelé! Lehet, hogy gondunk lesz azzal ott még fönt. A kék plusz, jaja. Ez az. Majd mindjárt kiderítem. Miért szállsz le? Reméljük tényleg olyan szép, mint mondják. Kiderül. Megint nem a könnyű utat választottuk egy könnyű célponthoz. Apá, nem fog tudni elindulni. Megvan, elindultam. Megcsináljuk. Hordododa! Visszafele élvezni fogom. Hát, igen. Be van nőve. Attól tartok, hogy ez csak inkább ilyen mocsaras láp. Nem látok benne vizet, csak növényt. Tehát szerintem ez olyan régen kiszáradhatott, már csak ilyen láp az alja. Hát látom, azért mondom, hogy teljesen benőtték ezek a mocsári fák. Erre mondta azt a csávó, hogy jaj, de szép, meg maradt a tó. Hát ebben nincs tó. Na mindegy, erre is jártunk. Erre is jártunk, nem tudom, itt jobbra kell menni, igen, jobbra. Nem tudom, azért nézem meg. Igen, biztos. Amúgy egész helyes lenne, de ez már szerintem nagyon régóta nem látott valódi vizet, úgy értem, hogy tószerűen. Na, egy jó mászásért és lejtőzésért már megérte. Telok működnek? Működnek. Ezért a lejtőért megérte. Itt fetrengtünk, napozgattunk. Ja jó, idő van egy kicsit. Ah, meleg van, nyomott az idő. Ah, Mátra nem így gondolja. Azt nézzétek, szakadni fog. Most elhagyjuk ezt a helyet. Ez volt a mai nap, az utolsó, a hétfő. Itt vannak a kunyerakutyák. Minden nap jöttek reggel. Ször kunyerakutya 1, ször kunyerakutya 2, és még van 2 ezen kívül. Hihetek is, cuki. Kapunk minden reggel egy kis kosárkába reggelit. Amit most megyünk haza. Az utolsó lelépcsőzés itt annyira fog hiányozni. A probléma viszont megvan. Jaj, de jó. Rájött le, mintha túl puha lenne. Ja.
De nem, minden rendben van. Simán lépcső, csak engedd ki a féket. Látod, hogy nem meredek? Ugye? Teljesen normális lépcső volt. Jó, mindenkinek, senki nem maradt, csak mi voltunk itt az utolsó. Nem úgy jövünk, mint ahogy jöttünk, hanem hátul a ligetutat folytatva kerülünk el kőkút pusztára, hogy Bringa útra tudjunk rácsatlakozni. Ertelétnél feljöttünk itt az útra. Igen. Micsoda? Ja. Ott megint megszűnik, aztán megint van. És tartott ez a Bringa út kemény 40 méterig. Innentől kezdve csak ez az ajánlott fa. Eurovelo 14. Az igen! A bunkója! Itt egy 10%-os finomság, amit nem jelzett a térkép. Szeretjük! Ott a kékes! Szia, innen szebb vagy, mint föntről! Markazon vagyunk. Pálosvörös Marton vagyunk, és innen már bicikli út van. Na, hallom, egy darabig. Ha figyelj, ha elvisz Mátra Füredre, nekem tetszik az ötlet. Szép paradicsom. Milyen öklömnyi volt. Ez szép út. Na, ez minden falu közé egyet. Volt egy baromi hosszú út, de nagyon szép volt. Jaj, indulunk a Mátrás bicikli úton. Igazából még olyan sokat nem is jöttünk. 37 fél nálam. Tehát mehetünk Pestig. Ugye milyen gyönyörű? Gyöngyösen vagyunk, elmegyünk Vámos Györgyig, ott szállunk fel a vonatra. Sinesnél egy Bringa út, elrejtve. Tadám! Ott mindenhol lehet csinálni egy ilyen a sinek mellett? Nem, itt már megy. Ahol meg nem jár a vonat, ott a sineken. Milyen rohadtól nézve ki az? Igen. Hát de ott jár a vonat, mert ugye viszik a fát. Na jó. Csak ritkán. Megjöttünk végre a Vámos Györgyi vasútállomáshoz. Utunk véget ért. Mármint amit mérünk, bizony. Elértük a vonatot, és most fejjel lefele vesz ez a annyira eltaláltuk, hogy elértük a vonatot, hogy hivatalosan 51-kor kellett volna elmennie, és mi egészre, mert késett a vonat, egészkor elcsíptük azt, ami 51-kor kellett volna elmenjen, mi meg 51-re értünk ide. Ugye? Úgyhogy ügyesek vagyunk. Nem tudjuk, hogy csináltuk. Pont időben. Még várhatunk valamennyit, 40 percet? Kb. Következőre. Úgyhogy ennyi volt, sziasztok!